Éppen a délutáni bemelegítést végzik a szekszárdi Gemenc Judo Klub sportolói az Egyesület nyári táborában. A fiatalok naponta háromszor edzenek itt egy héten át. A cél, hogy az ősszel kezdődő versenyszezonra a lehető legjobb formában legyenek. Reggel fél hétkor kelünk, elmegyünk, futunk egy 40-45 percet, abban vannak sprintek, lépcsőzés, nem egy egyszerű kocogás. Reggeli, délelőtti edzés, ahol elsősorban fizikai felkészítés van, mint mondtam, alapozó tábor. Délután pedig itt kint dolgozunk a napfényes nánai dombokon. Nagyon bízok a lányokba, fiúkba együtt, én most inkább a lányokat edzem, a kisebb korúakat, viszont ugyanúgy a felnőtt válogatott, vagy a idősebbeket is edzem, a válogatottakat, Sáros Diákost kiemelve, én azt gondolom, hogy nagyon nagy reménység, hogyha nem lesz sérülés, nem fog semmi közbeszólni, akkor én azt gondolom, hogy nagyon komoly eredményt tud elérni. A lányokról is azt mondom, hogy van 4-5 olyan személy, akiből bárki, bármi lehet, és én nagyon bízok bennük. Majd fogjátok látni, hogy edzem őket. Tényleg kitartóak, szorgalmasak, akarnak. Erről azt gondolom, hogy más nem lehet. Nem szólhat a fáma, mind arról, hogy csapat, együtt, kőkemény munka, nagyon nagy szigor, nem lehet alább hagyni semmiből, mert hogyha egyet mulasztunk, az teljesen meg tudja határozni az egész évi munkánkat. A gyerekek most 20-an vannak a táborban, lányok és fiúk vegyesen, nemenként más-más edző foglalkozik velük. A fiatalok a következő héten sem pihennek, előbb Moson-Magyaróváron folytatják a felkészülést, majd az Egyesület szekszárdi termében teszik ugyanezt. Szeptembertől ugyanis elindul a versenyszezon, októberben pedig kezdődik az igazi nagyüzem. Nagyon keményen készülnek a őszi magyar bajnokságokra. Gyakorlatilag erre alapozódik az egész teljesítmény, ami a versenyen kijön majd. Büszke vagyok a gyerekekre, hogy ezek a gyerekek most például nem Balatonon nyaralnak, nem szórakozó helyen vannak, nem különböző játékgépeken játszanak, nem a számítógépen otthon ülnek, rajzolnak, hanem itt szenvednek, izzadnak, hisz az eredménynek csak így jön meg. Tehát a munkának az eredménye csak ez. Ez fogja kifejteni, ez adja meg. Tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ők nem azt tudják elmondani, hogy melyik számítógépen milyen játékot kaptak meg a szüleitől, hanem ők itt vannak, egy csapat, együtt vannak. A klubnak több igazán komolyan vehető fiatal sportolója is van. Nekik nem titkolt céljuk, hogy az őszi szezon végére a magyar bajnokság legjobbjai akarnak lenni.